Ez a Kölcsei Televízió állatbarát műsora, köszöntöm nézőinket. Előbb képes ajánló, aztán kezdődik az állati. Megnyílt a Nyíregyházi Állatpark új látványossága. Az állatiban az andok világában kalandozunk. Japánban a becsület, a hűség és a béke jelképe, a családi értékek szimbóluma a daru. Magazinunkban az állatpark daru madarait, köztük a japán darut mutatjuk be. És négylábú barátaink egészségéről sem feledkeztünk meg, állatorvosi tanácsok kutyabaj ellen. Megnyitott a kapuit a Nyíregyházi Állatpark új látványossága, az andok kalandok. A különleges hangulatú dél-amerikai állatbemutatóban a látogatók a fák korona szintjén kanyargó függőhidakról csodálhatják meg az állatokat. A Nyíregyházi Állatpark mindig törekszik arra, hogy újdonsággal szolgáljon vendégeinek. Éppen ezért idén a Dél-Amerika élővilágát bemutató kifutó rendszert adtuk át, hiszen állatparkunk kontinensenként mutatja be földünk állatvilágát. Igyekszünk nagy társas kifutókat bemutatni a vendégeknek, és nem is akárhonnan, a lombkorona szintjéről tudják ezt megtekinteni a vendégek. Az egyik kifutóban például tapírok, vikunyák, nanduk és kapibarák élnek egy közös kifutóban. Ha ránézünk a tapírra, akkor olyan állatról van szó, ami, ha megnézzük, akkor mintha nem is létezne a világon, és valóban ezt régen az ősi civilizációk is így gondolták, egy ősi indián legenda szerint ugyanis, annak idején a tapírt azokból a testrészekből rakta össze az Isten utoljára, amely testrészek más állatoknak már nem kellettek. És valóban, ha ránézünk, akkor ormányos állatról van szó, melső lábain négy lábúj van, hátson három, emellett csontaraja van, igazán különlegessé teszi a koponyáját, és bár furának néz ki, éppen ezért ezt taktikaként is tudja használni, hiszen hogyha veszélyben van, ezzel a torpedószerű testtel egyszerűen beveti magát a sűrű bozótba, és mivel nagyon vékony kis bundája van, ebben a ragadozó nem tud belekapaszkodni, és a gajak lesöprik azt. Az andok világának első újszülöttjét is itt találhatjuk meg, hiszen a téli időszakban látott napvilágot egy apró csíkos kis tapír. A pici rekordgyorsasággal növekszik, szinte már most is anyányi nagyságú, pedig még csak 5 hónapos, és az eddig rejtőzködés szolgáló csíkjai is lassan eltűnnek, és ő is barna színű lesz, mint az anyja. A tapírokkal társbérletben a pampák jellegzetes futómadarai, a nanduk élnek, mellettük pedig kapibarák és vikunya is látható. A kapibara a világ legnagyobb rágcsálója, tulajdonképpen jó nagy megtestesült tengeri malacra hasonlít leginkább, egy ivarérett állat akár 60 kg-os is lehet. A kapibarát az őslakosok minden füvek urának is hívják, hiszen általában a fűben szokott legelészni, vagy onnan figyel a veszélyre. Vízidíszónak is nevezik, hiszen nagyon jó úszó, akár 5 percig is kibírja levegővétel nélkül. A tevefélék képviselői is ebben a kifutó rendszerben kerültek bemutatásra, hiszen a vikunyák, a láma és az alpakát is megtekintheti a nagy érdemű. A vikunya a legkisebb teveféle, őt annak idején az inkák idejében kezdték el tenyészteni, és akkor a létszámuk 1 millió felett volt, most már azonban csupán 80 000. Velük általában láthatóak a lámák, ezt talán mindenki ismeri, hiszen dél-amerikai jellegzetes teherhordójáról van szó, és a teherhordás mellett az őslakos a gyapját, húsát is ő tudják hasznosítani, tehát egy multifunkcionális háziállatról van szó, amelyet a guanakóból háziasítottak. A lámák szomszédságában pedig alpakák élnek. Ezt a tevefélét nagyon könnyű megkülönböztetni a lámától, hiszen kisebb termetű, viszont sokkal dúsabb a gyapja, és pontosan emiatt háziasították annak idején, és emiatt használják a mai napig az alpaka gyapjút különféle termékek készítésére.
Andok világában a legkisebb rágcsálók, mint a degu vagy a tengeri malac, melyet az őslakosok velünk ellentétben nem házialapként tartanak, hanem fogyasztják őket. A legnagyobb kapibaráig mindent felvonultatunk, igazi különlegesség a nagymara is, amelyet leginkább egy őz és egy nyúl keverékének láthatunk. Általában sütkéreznek a napon, de ha veszélyben érzik magukat, akár 45 km/h sebességgel is tudnak haladni. A legtöbb rágcsálóval ellentétben monogám állatokról van szó, és bár nagy csapatokban élnek, társukhoz hűek. Az Andok világának két olyan kifutója van, ahol mindig zajlik az élet. Az egyik az ormányos medvék kifutója, a második pedig a kapucinus majmoké. Az ormányos medvék a mosómedvék közeli rokonai, bár teljesen más életmódot folytatna, mint a rokonok, hiszen ők főleg nappal aktívak. A nevüket hosszú ormányszerű arcukról kapták, éppen ezért a koáti elnevezés is innen származik, hiszen az őslakosok koátinak, azaz hosszú orrúnak hívják őket. A csapattagjai különböző módon szoktak a kifutóban tevékenykedni, hiszen míg a hímek főleg állati eredetű termékeket szoktak fogyasztani, imádják a poltestőeket, a gilisztákat, a csigákat, addig a nőstények főleg zöldség és gyümölcsfélével táplálkoznak. Nagyon jó mászókról is van szó, éppen ezért a talajszint mellett általában az éjszakát a lombkorona szinten szokták tölteni. A kapucinus majmok, vagy más néven apella csuklyás majmok, onnan kapták a nevüket, hogy fejük tetején hosszú szőrbóbita található, így nagyon könnyen meg lehet különböztetni a többi csuklyás majom félétől. Az új világ legokosabb majmairól van szó, hiszen eszközhasználatra is képesek. Tudósok észrevették, hogyha például csonthéjas termést találnak, akkor azt eszközzel bontják ki, egy dió feltörésére például egy követ szoktak használni, vagy hogyha gyümölcsöt vagy zöldséget találnak, ami nincs megérve, azt akár egy hétig is tudják érlelni a napon. Farkukat ötödik kézként használják, ezért bámulatos könnyedséggel igazi akrobataként közlekednek a fák lombkorona szintjén is, amelyet a vendégek egy függőhídon keresztül meg is csodálhatnak. A kapucinus majmok szomszédságában élnek a pápa szemes medvék, melyeket andoki medvének is hívnak élőhelyük miatt. Hatalmas egy karmuk van, ennek segítségével igazi mászó bajnokok, és a többi medvetvélétől eltérően leginkább zöldség és gyümölcsfélékkel táplálkoznak csak. Állatparkunkban három ivarérett hím található, akik mászótudományokat rendszeresen bemutatják látogatóinknak, hiszen általában a fatörzsek tetején szoktak nézelődni, kíváncsian a vendégek felé. Az Andok állatvilágát nem csak egy függőhídon keresztül tekinthetjük meg, egy különleges üvegalagúton keresztül az új világ legnagyobb macskaféléjét, jaguárt, szinte test közelből láthatjuk. A Nyíregyházi állatpark kétféle színváltozatban is bemutatja a jaguárokat. Mindenki által ismert a sárga színű állat fekete foltokkal, sokkal ritkább a fekete melanisztikus változat. Nálunk a nőstény a fekete és a hím a sárga, de nagyon érdekes, hogy a feketét is meg lehet figyelni a napsütésben, hogy neki is vannak fekete rozetták a bundáján. Főleg a feketét, akit mi csak kis ördögnek hívunk, ő szokott az üvegfolyóson pihengetni, így a vendéget test közelből is megcsodálhatják az új világ legnagyobb nagy macskáját. Ők az Európai Fajmegőrzési Programban érkeztek hozzánk, körülbelül egy éve alkottak egy párt, és az új kifutóban reméljük, hogy hamarosan a gólya is kopogtatni fog, és utódok születnek majd itt a Nyíregyházi Állatparkban. A Nyíregyházi Állatpark több kontinens jellegzetes darufféléit mutatja be.
A Sóstói Parkban látható japán daru, koronás daru és vöröslábú kígyászdaru, vagy más néven kariáma. A darufélék mindegyikére jellemző szinte, hogy az élőhelyük beszűkülése és életterük csökkenése miatt mind-mind veszélyeztetetté, illetve sérülékenyé váltak. A Nyíregyházi Állatpark Mandzsuk daru párjára vagyunk talán igazából a legbüszkébbek a darufélénk közül. Az ősi japánok, illetve kínai néphit szerint a hűség, a békesség és a bölcsesség madara. Nem véletlenül övezi óriási kultusz a darvak szeretetét, hiszen monogámok, ami azt jelenti, hogy egy életre választanak maguknak párt. Van is egy ilyen monda, miszerint ha valaki házasságkötése előtt papírból, origami technikával 1000 darab darut hajtogat, akkor nagyon hosszú és békés és harmonikus házasságra számíthat. A mandzsú daru kultúrtörténetéhez hozzátartozik az is, hogy a távol-keleten az uralkodók már több száz éve tartják palotáik körül, mint díszmadarat. A japán darukra jellemző az nagyon impozáns megjelenés, a kimért méltóság teljes testtartás. Nász időszakban úgynevezett darutánccal vonzák magukhoz a tojókat, és ha tetszett a tojóknak a tánc, akkor örök életre párjául választja azt a daruhímet. A japán daru két lapján magvak, gyümölcsök, rovarok, ízeltlábúak, apróbb madarak, rágcsálók is feltűnhetnek. Ez általában jellemző igazából majdnem minden darufélére. Fészkeiket a földre építik, a kikelő fiókák fészekhagyó életmódúak, tehát a felszáradást követően egyből követik a szülőpárt, akik mindketten vigyázzák, óvják a kicsik mindennapjait. Az ő segítségükkel igyekeznek túlélni az első évet, amikor még gyakorlatilag a gyerekkori tollruhájukat viselik, majd ivarérettséget követően öltik magukra a szülők színezetét. Az afrikai kontinens darufélia, a koronás daru. Megkülönböztetünk szürke, illetve fekete nyakú koronás darut. A Nyíregyházi Állatparkban a szürke nyakú koronás daru figyelhető meg. Nevükben is szerepel a fejtetőn viselt korona alakú tollazat, ami csak ezekre a típusú darvakra jellemző. A szürke nyakú koronás darvak szintén monogámok, fiúkáikat közösen nevelik. A darufélék közül a koronás darvak az egyetlen olyan faj, akik az éjszakát fán töltik. Szürkenyakú koronás darvakból több pár is él nálunk itt a Nyíregyházi Állatparkban. Évek óta megajándékoznak bennünket fiókákkal, és nagy reményekkel nézünk a szezon elé, hiszen most is várunk apróságokat. Dél-Amerika darufélia, a kariáma, vagy más néven a vöröslábú kígyászdaru, bár a nevében azt sejteti, hogy kígyókkal táplálkozik, természetesen nem veti meg, de kisebb rágcsálókat, rovarokat, magukat, gyümölcsöket is fogyasztanak. Megjelenése eltér a többi darufélétől, hiszen a csörtövön fölfelé álló tollbóbitát visel. Nász időszakban jellegzetes a kutyaugatásra emlékeztető hangot hallatnak,
ezzel hívják fel magukra a figyelmet, illetve ezzel szokták a teritoriumukat kijelölni, illetve védeni. A többi darufélétől eltérően nagyon rossz repülők. Ha menekülni kényszerülnek, akkor inkább nagy ugrásokkal, illetve erős lábaik segítségével a futásnak erednek, és így próbálnak elmenekülni. Azon ritka madarak közé tartoznak, melyeknek szempillájuk is van. A karjáma párunk még valójában nagyon fiatal pár, a tojó is és a hím is még alig múlt 3-4 éves. Egyelőre a fészeképítés helyett még a játékosság, illetve a kíváncsiság vágya sokkal erősebb, mint a fészekrakás, bár számítunk a közeljövőben arra, hogy szerelembe esnek. A kedvenceink egészségéért a legtöbbet mi gazdik tehetünk, ugyanis négylábú barátaink leggyakoribb betegségei egy kis odafigyeléssel megelőzhetők. Következzen tehát néhány állatorvosi jó tanács kutyabaj ellen. Az állatorvosi gyakorlatban vannak olyan betegségek, amelyekkel gyakrabban találkozunk a rendelőkbe. Hát ezek közül vannak olyan betegségek, amelyek szezonhoz köthetők, de vannak olyan betegségek is, amelyek mindenféle évszaktól függetlenül előfordulnak. A betegségeknek egy nagy része megelőzhető, így a betegség kialakulása nagyban függ az állatoknak, a tulajdonosának a kutyushoz való hozzáállásához is. Gyakran találkozunk különböző táplálkozási eredetű betegségekkel. Ezek közül a gyomor és bélgyulladás gyakran előfordul. Általában fiatal kölyök kutyáknál találkozunk vele, vagy kistestű Yorkshire Terrier, Bichon Havanese fajta kutyusokkal találkozunk, amelyeknek a gyomra még érzékeny, és a különböző táplálékváltást, vagy esetleg, hogyha olyan táplálékot eszik a kutyus, amihez nincsen hozzászokva, vagy még nem találkozik vele, akkor elég könnyen kialakulhat gyomorbélgyulladás ezeknél a kutyusoknál. A tünetei általában hányás és hasmenés, illetve hát bágyadtsággal és étvágytalansággal járnak ezek a megbetegedések. A gyógykezelés szempontjából szoktuk javasolni egy félnapos koplalást, illetve probiotikumot, és hogyha fáj a hasa a kutyusnak, akkor fájdalomcsillapítót szoktunk adni neki. A táplálkozási eredetű problémák azok megelőzhetőek a gazdi segítségével. Fontos, hogy a kutyák olyan mennyiségű és minőségű táplálékhoz jussanak, ami az életkoruknak és a testnagyságuknak megfelelő. Fiatal kutyusoknak még naponta többször lehet adni enni. 6 hónapos kortól lehet áttérni esetleg a napi kétszeri táplálkozásra, és körülbelül 1 éves kortól a kutyusoknak általában napi egyszeri táplálást szoktuk javasolni. Esetleg lakásban tartott kistestű kutyusoknak a napi kétszeri táplálás is elfogadható. Fontos, hogy esetleg a kutyus megszokja azt, hogy naponta mindig ugyanabba az időpontba kapjon enni. Amennyiben a kutyus nem eszi meg a táplálékot, és mindig újabb és újabb táplálékot kínálunk föl neki, akkor elég könnyen válogatóssá válhat a kutya. Kerüljük a hirtelen tápváltást, ez is szintén okozhat gyomorbélgyulladást a kutyáknál. Nem szoktunk javasolni csontetetését a kutyáknak. A különböző szárnyasoknak a hosszú csöves csontjai, a szárnyak, lábak azok, ahogy a kutyus roppantja a csontokat, úgy szilánkosan törnek, és a csontok elakadhatnak a gyomorbélcsatorna különböző részein, ezzel is nagy problémát okozva a kutyáknak. Hogyha esetleg mégiscsak adunk csontot a
kutyáknak, akkor javasolt ilyen nagyobb darab csontot adni nekik, ilyen marhalábszárcsontot, amin esetleg hosszabb ideig elrágcsálhatnak. Ez a fogaikat is tisztítja, és nagyon szívesen rágcsálják, tehát kellemes időtöltés a kutyusoknak is, és ezzel nem fogunk problémát okozni nekik. Ami a rendelőkben nagyon gyakori, az a különböző balesetek, autóbalesetek, az elkóborlások miatti kutyaharapások, a kutyák egymással találkoznak, verekszenek. Ezekkel az ilyen eredetű sérülésekkel elég gyakran találkozunk. Igazából fontos a gazdinak is az otthoni hozzáállása abból a szempontból, hogy oda kell figyelni, hogy a kapuk azok ne maradjanak nyitva, még akár 2-3 percre se. Felügyelet nélkül, hogyha a kutyus a kertben vagy az udvaron van, ne tudjon kimenni az utcára. Igazából az a probléma, ugye hát a kutyák nem ismerik a KRESZ szabályokat, és nem csak a kutyust, hanem akár a közlekedésben más résztvevőket is veszélyeztetünk ezzel. Az autóbalesetek ugye a kutyák számára is, meg a cicák számára is életveszélyesek lehetnek. Különböző csonttörések, belső szervi sérülések, zúzódások alakulhatnak ki, olyan jellegű belső szervi sérülések is kialakulhatnak, amik már az állatnak az életét is veszélyeztetheti. Vírusos eredetű betegségek közül kölyök kutyákban leggyakrabban a parvóvírus okozta bélgyulladással találkozunk. Ez általában oltatlan kölyök kutyáknak egy elég súlyos és veszélyes betegsége, bágyadtsággal, étvágytalansággal, hányással és véres hasmenéssel jár. A betegség az megelőzhető, 6-7-es kortól lehet a kölyök kutyusokat már parvó vírus ellen oltani. Az udvarunkon, a lakásunkon előfordulhatnak olyan anyagok, amelyek a kutyusok számára mérgezőek. Mindenféleképpen körültekintően kell ezeket a mérgező anyagokat elrakni. Ilyenek lehetnek például az udvaron, kertben, kamrában kirakott patkányírtószerek, a különböző vegyszerek, rovarölőszerek, méreganyagok, felmosószerek a lakásban, esetleg mérgező növények, ezeket mind-mind úgy érdemes elrakni, tárolni, hogy a kutya ne tudjon hozzájutni. Amennyiben úgy alakult, hogy mégiscsak hozzájutott a kutyus a méreganyaghoz, akkor mindenféleképpen fontos az időtényező, érdemes minél hamarabb állatorvoshoz vinni a kutyát. Vannak olyan betegségek, amelyek különböző évszakokhoz köthetően gyakrabban fordulnak elő. A melegebb időszakban fordul elő, főleg kánikulában a hőguta. Erre főleg rövidorú, rövidarcú kutyák hajlamosak, főleg az angol, francia, buldog, mopszkutyusok elég hamar fölmelegednek, fölhevülnek. Hogyha ilyesmi előfordul a nagy melegbe, akkor mindenféleképpen érdemes minél hamarabb elkezdeni a kutyusnak a hűtését és az állatorvoshoz való szállítását, ugyanis minél hamarabb meg kell kezdeni az infúziós kezelést és az állatnak a hűtését. Szintén nyárhoz köthető betegség a toklász. A toklász az egy gyomnövénynek, az egérárpának a kalásza, és ez előszeretettel pulyik be a kutyáknak a fülébe, a két ujja közé, a szőre közé, és ez egy nagyon éles kis tüskés kis kalász, és nagyon nehezen lehet onnan eltávolítani, illetve hogyha már bekerült az állatnak a szőrzetébe, akkor az állat nem tudja magától eltávolítani. Különböző sérüléseket, szúrásokat,
okozhat, tájogok alakulhatnak ki. Ezt csak állatorvos tudja eltávolítani. Az jellemző rá esetleg, hogy a kutyus rázza a fejét, vakarja a fülét és fájdalmas. A jellegzetes előfordulási helye még az ujjak között a talpárnában, ott pedig nyalogatni szokta a kutyus a lábát. Megelőzésképpen esetleg azt lehet tenni, hogy ezekben az időszakokban, amikor ez a toklász megtalálható, akkor kerüljük azokat a területeket sétáltatás közbe, amelyeknél előfordul ez a növényzet. Kullancsokhoz köthető betegségek közül a babéziózis aztán a legismertebb és az egyik legveszélyesebb betegség. Kullancsok igazából már talán azt lehet mondani, hogy mindenhol, bárhol megtalálhatóak, és akármelyik évszakban előfordulhatnak. Leggyakrabban azért tavasszal és ősszel találkozunk velük, de akár a hűvösebb nyarakon, vagy az enyhébb teleken is előfordulhatnak a kullancsok, és terjeszthetik ezt a betegséget. A babéziózisnak a tünetei az étvágytalanság, bágyadság, magas láz, hányás és a véres vizeletnek a jelenléte. A babéziózis elleni védekezés szempontjából fontos a kullancsoknak a távoltartása. Erre a jó minőségű szakembertől vásárolt nyakörvek és rácseppentős készítmények javasoltak. A rácseppentős készítmények és a nyakörvek védőhatása lejárta után fontos azoknak az ismétlése. A babéziózis az egy nagyon veszélyes betegség. Az állatnak a gazdája a gondos odafigyeléssel az állatnak az életét is megmentheti. Önök a Kölcsei Televízió állatbarát műsorát látták. Állatival legközelebb 4 hét múlva jelentkezünk, addig is vigyázzanak magukra és kedvenceikre. Viszontlátásra!